Jó estét kívánok! Túl vagyunk a Szentes, illetve a harmadik kerület TVE mérkőzésén. Megkérdezem a Szentes vezetőedzőjét, értékelje a mérkőzést. Végsőbb kivezett a küzdelemben tudtunk nagyon értékes győzelmet szerezni a harmadik kerület csapat ellen. Azt gondolom, hogy mindkét csapat jól játszott, minden erejét mozgósította a mérkőzésen. Azt döntött talán az utolsó negyedben, hogy sokkal bátrabban vállaltuk fel a lövéseket a zóna ellen, és megtaláltuk azokat a gólokat, amikre már az elején is nyílhatott volna lehetőség, hogy kicsit több önbizalommal játszunk. A csapatomat mindenképpen szeretném megdicsérni, mert az utolsó negyedben olyan szívet mutattak a pályán, hogy az jelentette a győzelmi kulcsát a negyedik negyedben. Köszönöm szépen, most kérdezném a Szentes játékosát. Nagyon örülök, hogy már a bemelegítést, illetve a meccs elejét is úgy kezdtük, hogy a csapatban minden egyes játékos szívét elkérdelhetett ebbe a mérkőzésbe. Nagyon nehéz meccs volt és sok gólos, de azt gondolom, hogy a végére szerencsére össze tudtuk hozni. Kissé megint volt a csapat, ahol 3 góllal ment a harmadik kerület, de szerencsére fel tudtuk hozni ezt a hátrányt. Köszönöm szépen! Most kérdezem a harmadik kerület vezetőedzőjét, Lukács Zsénást, értékelje a mérkőzést. Csalódottak vagyunk a vereség miatt, és gratulálok a Szentesnek, mert kihasználták azt az egy pontot a csapatunkból, ami nagyon valahogy nem állt össze. Tulajdonképpen a harmadik negyed végén, negyedik negyed elején úgy éreztük, hogy megvan a mérkőzés, nagyon jól mentünk. Egyetlen félelmünk az volt, hogy a reggeli mérkőzés miatt, ugye nekünk ma 2-t kellett játszani az ellenfelünknek, csak egyet a reggeli mérkőzés miatt, esetleg egy-két játékosunk korábban elfáradt. Talán ennek voltunk föl, talán valami másnak, de ma kaptunk 16 gólt, ami azért azt gondolom, hogy ezen a szinten nem elfogadható. 14 hazai pályára gólal egy rangadót, egy ilyen kielezett mérkőzést meg kell tudni nyerni a csapatnak. Tanuljuk ezt is, két fiatal kapusunk van, lehet, hogy érdemes lett volna belenyúlni, csak azért egy 15 éves kapusra meg ezt a tervet még nem mertem rárakni a negyedik negyedben. Nem tudom, én büszke vagyok a játékosokra, hogy hozzáálltak erre a mérkőzéshez, és végig mire számom, minden energiánk benne volt. Tovább kell haladnunk az úton, szerintem egy erős csapatunk van, a középmezőnyben meg fogjuk állni a helyünket az idei bajnokságban. Köszönöm szépen! Most kérdezem a kerületi játékosát, Kislaki Dórit, értékelje a mérkőzést. Először is szeretnék gratulálni a Szentesnek, tényleg nagyon parázs mérkőzés volt, mert azt gondolom, hogy ez egy többszörösen a részünkről megnyert mérkőzés volt, amit sajnos a végén kiengedtünk a kezünkből. És azt gondolom, hogy 16 kapu gólnal nagyon kevés csapat van, aki mérkőzéseket fog tudni nyerni, ahogy az Éles is elmondta. Ezt is gyakorolnunk kell, amikor 2-3 gólos előny van a kezünkben, hogy ezt megtartsuk. Sajnos ez már nem sikerült, még egyszer szeretnék gratulálni a Szentesre. Köszönöm szépen!